Bereznei Tamás séffel már itt tüsténkedünk a konyhában, illetve ő tüsténkedik, én meg csak kóstolgatok. Jó reggelt, szia! Mert hogy szeretnénk vendégvárófalatokat bemutatni, nyári vendégvárófalatkákat. Miket terveltél ki? Hát az egyik lehető legegyszerűbb, amit készíteni lehet ilyenkor nyáron, amit előre el lehet készíteni, azt összevágtam egy kis angol zellert. Uh-huh. Te ezt már kóstoltad, ugye? Igen, én már mindent kóstoltam. Egy kis angol zellert, egy kis petrezselymet, illetve pórjahagymát, meg paradicsomot. Uh-huh. Egy picit lesó. Egy pici sót csak. Igen. Ezzel most semmi. És akkor ebből a keverékből, hogyha beleteszünk egy kanállal. Egy jégsalátalevelet megtöltesz. Vagy igen, vagy jégsalátát, vagy bármilyen más salátalevelet, amit be lehet hajtogatni. Inkább lehet, hogy a fejes saláta sima. Normál fejes saláta még jobb lenne. Én nagyon szeretem a jégsalátát, mert annyira jó roppanós. És akkor ebbe beleteszünk egy szelet szardiniát. Ezt szépen becsomagoljuk. Igen. Ezt előre el lehet készíteni egyébként, és hogyha jól lehűl, akkor szinte egy vagy két harapás meg is tudjuk enni. Kész, tessék, elődolgoztam neked. Szuper. És akkor kell hozzá inni egy hideg vodkát. És akkor egy kis citromlével. Egyébként még citromlevet is tehetünk bőle, hogyha úgy gondoljuk. Mondjuk ezt nagyon kultúrát enni nem lehet. Nem is kell. Egyből egy teszt a vendégek számára, hogy ki hogyan fogadja. Alapvetően nyáron azt gondolom, hogy ez kint a kertbe félmeztelenül, nem? Vagy fürdőruhában. Persze. Ez nem vízparton. Igen. Persze. Nem is és kell. És egy pillanat alatt meg vagyunk vele. Másfajta fűszert, mondjuk bazsalikomot rakhatok a petrezselyem helyett? Hát persze, nagyon sok lehetőség van a változtatása, mert fűszerekkel is lehet variálni egyrészt, meg a hozzávalókkal is, uh-huh. Úgy szintén. Nézzük, hogy mi az, ami meg itt rotyog. Ami ott rotyog, ha már ennyit emlegetjük Görögországot mostanában. Az államcsőd kapcsán azért. Akkor gondoltam, hogy megmutatom az egyik... Tulajdonképpen nekem ráadásul az egyik, azt mondja, az egyik ilyen megpróbálom fölemelni, kedvenc levesem közé tartozik. Ez egy görög lencseleves, fakesz, úgy hívják. Uh-huh. Mi van benne? És ők úgy készítik, hogy a lencsét, meg én is úgy készítem, ahogy ők készítik, szóval hogy a lencsét fel kell tenni főni hagymával, paradicsommal, és rengeteg olívóolajjal. Ebbe a másfél liternyi levesbe azt hiszem, 2 deci olívaolajat belöntöttem, és ahogy látod, szinte el is tűnik. Ugye, de miért kell bele az olívaolaj? Az tulajdonképpen fűszer egyben, és a lencsének a szárazságát egy picikét ellensúlyozza. Nem azért szokták magát. A lencsét beáztatni előtte? Nem kell, szerintem nem tévedés. Nem kell beáztatni a lencsét? Nem kell. A lencse nem az a hüvelyes, ami annyira száraz. Azt szokták mondani, hogy egy órára azt is érdemes. Ugye a babot az akár egy éjszakára is szokták mondani. És ezt pont egy órával ezelőtt tettem föl és megfőtt. És látod, hogy már ilyen hamar megfőtt, át kell mosni egyszer-kétszer, és már föl is lehet tenni föl. Nem, nincs rá szükség. A babot érdemesebb egyébként, mert az egyrészt egy sokkal nagyobb termés, és sokkal szárazabb, azt érdemes beáztatni. Bármilyen lencsét szabad venni? Tehát, hogy nem kell ezzel... Hát alapvetően nem. Igyekezünk odafigyelni, hogy jó minőségű alapanyaggal dolgozunk, és ilyenkor nyáron meg ez azért is jó, mert ugye ilyenkor van friss paradicsom, és a friss paradicsomnak jó íze van nyáron, és nem télen. Tehát ott tartottunk, hogy akkor csak paradicsom, meg hagyma van igen, benne. Igen, meg olívaolaj, rengeteg olívaolaj. És úgy semmi más. Semmi más. Meddig kell összesen főzni? Hát ez, ahogy megfő a lencse, mondom, ezt egy órával ezelőtt raktam fel, és szerintem már készen is van, látszik. Én is ezelőtt kóstoltam, hogy... akkor még egy picit kemény volt, akkor... de látványra abszolút megvan. Akkor hagyjuk még egy 4 órát, és utána már tudunk is belőle lenni. Mennyire szeretünk egyébként nyáron lencsével, babbal dolgozni, mert azok ilyen tipikus téli ételek. Igen, azért is gondoljuk szerintem a lencsénél meg főleg, mert általában füstölt hús, mi úgy szeretjük, nem, hogyha belefőzünk egy kis füstölt csülköt, vagy egy kis kolbászt, tehát ezáltal ez sokkal nehezebb lesz. De így ebben a formában sokkal könnyebb levest kapunk ízre is, meg állagra is. Jól van. Jövünk még vissza, mutatunk még majd különleges ételeket, illetve hogy tippeket, hogy milyen nyári receptekkel szórakoztassuk a háziasszonyokat, úgyhogy most egy pici szünet, és utána folytatjuk.